A zene világnapján Várpalota legimpozánsabb helyszínén a Turi Várban tartották meg az immár hagyományá érett közös éneklést a Várpalotai összevont óvoda és bölcsöde, valamint a forrás evangélikus keresztjén óvoda részvételével. A néhány évvel ezelőtt életre hívott program ötlete a Szivárvány tagóvoda nevelőtestületében merült fel, miszerint jó lenne együtt közösen énekelni a többi nevelési intézmény óvodásaival, pedagógusaival. Erre, ahogy azt az előadás is bizonyította, kiváló alkalom a zene világnapja, ahol ezúttal is Mátrai Balázs a várpalotai zeneiskola intézményvezető helyettesek kísérte gitáron az éneklőket. Az évek alatt a gyerekek már önként jelentkeznek a kórusba, szeretnek énekelni és kedvelik a próbákat is. Janus Éva véleménye szerint a legőszintébben a gyerekek tudnak énekelni. Ezt legjobban a szülőkön kívül az óvodapedagógusok pedagógusok tudják, fogalmazott a tagintézmény igazgató. De nagyon lelkesek ők is, és ugyanúgy, ahogy a gyerekek, ők is minden egyes alkalommal úgy alakították a napi tennivalóikat, hogy a próbákon részt vehessenek, és hát sikerült összehoznunk a felnőtt kórus dalát is, és nekünk ebben a legnagyobb öröm az, hogy együtt énekeltünk, meginvitálhattuk ide a, a városnak a lakóit is, és ahogy láttuk, elég sokan eljöttek és osztoztak velünk ebben az örömben. Először a Katica Kánon csendült fel, melyben szóló ténekelt Szitja Regina nyuszi csoportos a dúdoló óvodából. Majd a kidőlt fa című Grillus Vilmos dalt énekelték együtt. Utolsóként az óvónai kórus a Magyar Vagyok című dalt adta elő az apró néppel. Gitáron kísért Mátrai Balázs a zeneiskola igazgató helyettese, a felkészülésben pedig Borbás Károly a zeneiskola karnagya segédkezett. Én nagyon szerettem volna ezt a kánont. Kíváncsi és vártam, bár egy csöpet félve is, hogy hogy fogjuk összehozni, mégiscsak ovisokról van szó, de nagyon profik voltak, tényleg ott az oviba és az első próba alkalmával is szinte már úgy előadták, mint itt a, a várudvarban, úgyhogy csodálatos élmény volt. A, a kidőlt fa pedig, tehát maga a dal mondani valója is gyönyörű és az a kép is, amit elénk vetít az éneklés során, az is csodálatos dolog, úgyhogy remélem, hogy sok embernek szép élményt tudtunk ezzel szerezni. A zene világnapján azért érkeztek az ovisok és nevelőik a várba, hogy mindenkit megörvendeztessenek a dalaikkal ahogy azt a szülők, rokonok megszokták, a gyerekek mellett az óvoda pedagógusok kara is darra fakadt, természetesen a kicsi kórusával kiegészítve, miként azt nap mint nap teszik az óvodában is. Az engem ég...